Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárfi és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves és kedvetlen hallgatónkat. Ez itt a Szorító Podcast 4. epizódja. Én a doktor vagyok, itt ül mellettem Bártfi, és a mai napon rengeteg friss témával várunk benneteket. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát tényleg ez a hét megint izgalmasan telt a birkó szempontjából. Sok pozitív és sok negatív impulzus ért minket. Mind a kettő elég extrém értelemben. Így van. Eláruljunk pár témát, ugye a mai napon pedig ugye a Facebookon is ki fog menni, de ugye fogunk foglalkozni a heti NXT Takeover Respect-tel, ami az egyik legjobb adás volt, amit valaha láttunk szerintem. Ez volt a fény? Ez volt a fény, igen. A mély pont, az agúd sötétje pedig ugye a TNA Banfloor Glory gálája, ami a TNA éves szinten a legnagyobb gálája, mégis gyengébb minőségű volt, mint egy átlagos heti Raw. Borzasztóan rossz volt, de majd ezt is kitárgyaljuk, hogy miért. Így van. Fogunk beszélgetni a Madison Square Gardenben lezajlott különadásról is, ugye ami múlt hét szombaton került megrendezésre, az volt a közepes, vallunk, hogy és fogunk ugye beszélgetni, ugye visszatér ugye szokásos heti rovatunk a 3 Minute Warning, három izgalmas témával. 3 percben mindegyik. És ugye akkor most pedig ugye válaszolunk egy darab kérdésre, ami a héten érkezett hozzánk, ami kicsit most kifejtősebb lesz, mint a múltkor volt. Igen, az AskFM-en kaptam egy névtelen kérdést, amit ott nem válaszoltam meg, mert úgy gondoltam, hogy ez ide a legjobb téma. És az a kérdés úgy szólt, hogy nekünk, mármint Bárfinak és nekem, melyik a kedvenc pillanatunk a pankrációban, szakmai és személyes értelemben véve? Elkezded, kolléga? Elkezdhetem, mert ezt sokat mondom én minden platformon, hogy nekem az egyik ilyen személyes szempontból, ugye az tényleg a 2011-es Money in the Bank, ami életem először tett úgymond rajongói szempontból nézővé, mert én addig soha nem néztem úgy a birkót, meg utána sem nagyon. És ugye eddig a pillanatig, egészen eddig a nyárig ez volt az egyetlen olyan, ugye a Cena Punk main event-tel. És a másik személyes szempontból az pedig a múltkori NXT Takeover, ugye a nyári, ugye a brooklyni, amikor a női mérkőzés, ugye a Sasha Banks, Bailey első felvonás olyan érzelmet váltott ki belőle, amit birkó még soha, pedig ugye én is nézem már lassan 6 éve, sőt tényleg 6 éve, és abszolút nem volt még ilyen érzelmi befektetésem és érzelmem, dúságom egy mérkőzés alatt, mint az a történt. Szakmai szempontból viszont nem tudok kiemelni olyan csúcspontot a wrestlingből, ami kiemelkedő lenne, mert a kiváló teljesítményből annyi van, hogy ezt nehéz ugye elsorolni. Mondjuk, ha úgy kell, akkor talán a Shawn Michaels Undertaker duológia a WrestleMania 25-26-ról az, ami szerintem a modernkori birkózásnak a csúcsa. Mm-hmm. Hasonlóan vagyok bizonyos értelemben, szakmai szempontból nagyon nehezen tudnék bármit is kiválasztani, mert a 11 éves wrestling nézői és szakértői pályafutásom alatt annyi mindent láttam, hogy kiemelni ebből valamit szinte lehetetlen. Talán egy jelenség az, amit én kiemelnék, hogy mit te szeretek a legjobban a bizniszben szakmailag, és ez az, amikor egy adás alatt a helyszíni közönség érzelmileg abszolút benne van a termékben, és érzem, hogy nem trollkodni akarnak, nem magukat akarják a termék fölé helyezni, hanem egyszerűen őszintén élvezik az adást, és ennek hangot is adnak. Méghozzá nagy hangerővel. Igen, ez tényleg fantasztikus tud lenni. Abszolút úgy vagyok vele, hogy ha egy adásnak ilyen hangulata van, ilyen atmoszférája van, akkor tulajdonképpen történhet bármi, én azt az adást onnantól kezdve már nem tudom egyszerűen utálni. Igen. Mert egy olyan kielégítő dolog ez számomra. Ilyenkor mindig rájövök, hogy miért szeretem aggyal a birkót, amikor látom azt, hogy a közönség ezt mennyire élvezi. Személyes szempontból pedig, hát nem tudom megkerülni, nekem személyes szempontból alapvetően a Hungarian Championship Wrestlingben, tehát a magyar pankrációban eltöltött éveim
jelentik a legnagyobb pluszt. Egész egyszerűen azért, mert teljesen más dolog otthon a monitorod előtt figyelemmel kísérni ezt a bizniszt, és teljesen más a részese lenni. Teljesen más kimenni a függönyön, érezni a saját bőrödön a közönségnek az energiáját, ahogy megy feléd. Tulajdonképpen ez is hasonló, mint az első pont, amit mondtam, és eléggé szorosan össze is köthető ez a kettő, de egyértelmű, hogy számomra személyesen a HCV-s időszakom jelenti a legnagyobb pluszt. És akkor itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy még egyszer elmondjam, hogy most szombaton, azaz október 10-én szombaton a HCV Debrecenben rendez egy gálát. Kapuk délután 5 órakor nyitnak a lovardában, 6 órakor kezdődik maga a műsor, 3 bajnoki címmérkőzéssel, és a jegyek előrvételben megvásároltok az interneten is, Ticket Expressen is, a lovardában, Budapesten, az Egressi Fitnessben, de a helyszínen is természetesen majd a gála előtt, úgyhogy várunk mindenkit oda szeretettel. És akkor kezdjünk bele az igazi munkába. És akkor elsőként foglalkozzunk a WWE első élőben közvetített house show-járól, gyakorlatilag, mert nem volt más, csak egy kicsit fölturbozott house show, mert még a díszlet is az volt, ugye ez a Madison Square Garden különkiadás múlt hét szombatról, with Brock Lesnar, ugye? Hát gyakorlatilag Brock Lesnar és a Madison Square Garden neve volt az egyetlen dolog, ami egy standard house show-tól megkülönböztette ezt az adást. Egyébként, hogyha az MSG-nek az ikonikus tetejét kivesszük belőle, akkor maga a díszlet, meg minden az pontosan az volt, amit Budapesten is láthattunk egy az egyben, év áprilisában. Egy az egyben azt hozták el, hogy ezt a teljes minimál stage-et, amit a house show-ra cipelnek magukkal mindenhova. És tényleg, gyakorlatilag a Lesnar Big Show match kivételével ez mindegyik basic house show meccs volt, abszolút biztonságra menve, semmi extrát nem mutatva, talán még Jericho éké is. Azért a Rollins-Cena ketrec meccsen voltak ott komolyabb dolgok. Igen. Tehát például amikor ugye Kane kijött a végén és Rollins a ketrec tetejéről megpróbált ráugrani Cenára, ha már ki nem ugorhatott. De egyébként igen, tehát én magam is 4 WWE house show-n voltam eddig, unalomig ismerem azt a terméket, amit idehoznak. Alapvetően ez a legtöbb esetben a televízióban nem kerül adás, ez egy műtőasztal sterilségű produktum. Tehát ennek megvan egy viszonylag sablonos elképzelése, hogy hogyan kell ezt bonyolítani, és ugyanezt láthatjuk a Madison Square Gardenben is, ami ugyebár a WWE mekkája évtizedesen olyan szinten, hogy nagyon sok esetben az döntötte el a cég kreatív irányvonalát, hogy a Madison Square Gardenben milyen reakció érkezett az egyes birkózókra. Viszont ha már reakció, a keddi szorító overrun különkiadásban már pedzegettük azt, hogy minthogyha a New York környéki smart közönségnek elfogyott volna a pénze a Brooklyn trilógia idején, ugyanis a Gardenben teljes egészében a megszokott WWE közönség volt, tehát rengeteg gyerek, tinédzser, fiatal rajongó és a nők is igen nagy számban reprezentáltatták magukat az arénában. Nem tudom ezt, hogy reklámozták egyébként New Yorkban, szóval lehet, hogy ez abszolút egyébként egészen úgy hónap elejéig ezt egy átlag house-onak reklámoztak, mert de WWE gyakorlatilag fél évente vagy két havonta tart house-ot New Yorkban. Hát igen, és a Gardenben is azért szoktak legalább évente egyszer-kétszer tartani egy szimplasót. TV-sót már nem, mert drága, de most már megcsinálták ezzel a minimalista díszlettel. Igen, mert azért a Garden mégiscsak maga a Garden. Pay-per-view-t sem vittek már mióta a Garden, mert most amikor volt erre a Garden. Borzasztóan régen. Abszolút, szóval most... Az talán a 2011-es Survivor Series volt a Gardenben. Nagyon rég volt már tényleg. Azért mégiscsak ugye innen indult az egész, hogy az első WrestleMania is itt volt, nagyon sok adásuk volt itt tényleg. Aztán a 10. és a 20. Igen, szóval abszolút ugye ez gyakorlatilag az otthona volt tényleg a WWE-nek nagyon hosszú időn keresztül, még ha a cég maga ugye Stanfordban van, ugye Connecticutban. Igen, tehát már Vince McMahon apjának az idején a Madison Square Gardenben rendezett szuperkárdok, amiket Bruno Sammartino vezetett a 60-as, 70-es években, már akkor is a Madison Square Garden volt a WWE-nek a központja, és igazából az MSG Networkön keresztül jutottak el először, még Vince McMahonnak a terjeszkedése előtt valamennyi amerikai háztartásba, amikor gyakorlatilag a WWE sem volt több, mint egy regionális promóció. Az idősebb Vince-nek a korszakában. Igen, 70-es években ugye. Tehát azért ez egy ikonikus helyszín mindenképpen, és most is volt valami varázsa annak, hogy
hogy itt történtek ezek a dolgok, még akkor is, hogyha nem csak a meccsek fölépítésén, de a birkózóknak a viselkedésén is abszolút lehetett látni, hogy live eventről van szó. Ja, meg a tényleg a díszlet is az volt, a ringszoknyán sem csináltuk a teljes külön ringszoknyát, hanem tényleg a live ringszoknyát rakták föl. Abszolút mindenki látszott, hogy tényleg ez kimegyünk, letudjuk, hazamegyünk. Szórakoztatjuk a közönséget a magunk kicsit lazább stílusával. Hát egy nyitó meccs elején például teljesen készen voltam attól, hogy ilyet a tévében nem nyomnak le alapvetően, de Randy Orton oda megy Dolph Zigglerhez, így megveregeti a vállát, hogy figyeld már, szemmel tartani ezt a két gyökeret, amíg fölmegyek a sarokba pózolni, és akkor ez egy alaptesó, menjél csak! De hát tényleg a teljes house show pszichológia és house show dinamika volt az egész adásban végig. Csak tényleg a két dolog volt, amiért elkülönböztetett, de az a Lesnar szereplés ugye Big Show-val, meg tényleg a főmérkőzés. Meg talán Jericho. Nem, ez a Jericho ugye szerepel folyamatosan a live eventeken, szóval az ő sem. Igen. És ugye Chris Jerichot azért kell kiemelni, mert napra pontosan 25 évvel az MSG különkiadás előtt játszotta az első mérkőzését Lance Storm-mal, kanadai barátjával, aki ott is volt egyébként az első sorban. A gigapot kapott. Interkontinentális bajnoka, valóban. Jelző egy Broadway volt, az egy time limites döntetben, amikor lejárt a mérkőzésre szánt időkeret, mert akkoriban még ez megszokott dolog volt, hogy van ilyen. Látszik, hogy Jericho 25 éve kezdett, ez már nem tudom, ezt a 90-es évek közepén óta teljesen elhagyták ezt a time limit road. Igen, nagyon kikopott a bizniszből. A TNA próbálkozott még vele néhányszor, hogy... Bemondták a time limitet, emlékszem, igen. Persze soha nem került semmilyen szerepbe, de igen, ott néha alkalmazták. Érdekes dolog egyébként az, hogy két ilyen veterán próbálkozás is volt, ami folyamatosan a két számjegyű bajnoki regnálásokra ment ki a játék. Jericho a 10. interkontinentális bajnokjövét szerezhette volna meg Kevin Owens-től, a Dudley Boyz pedig a 10. tag team bajnokjövét a WWE-ben a New Day-től, de hát mint tudjuk, mind a ketten bukták a dolgot. Ez a dolog, hogy Jerichonak nem is fogják odaadni szerintem, mert évek óta húzódik ez, mert próbálták, ugye Zigglerre is, nem is tudom, hogy valakivel volt interkonti feudja, talán nem is tudom ki volt az, ugye amikor még ugye itt volt, akkor ugye volt egy ilyen mini interkonti feud, amikor ezt próbálták ugye hozni, és nem nagyon van az, hogy Jerichonak odaadják ezt a 10. Mondjuk lehet, hogy a pályafutása vége előtt, hogyha egyszer egy olyan időszak lesz, amikor azt mondja, hogy néhány hónapot hajlandó rendesen tévében birkózni, amit most ugye nem tesz meg, akkor mindenképpen szóba kerülhet. A Dudley Boyznál viszont szerintem csak időkérdése. Az a cellán az meg lesz szerintem. És valószínűleg, hogyha a New Day nem lenne annyira forró, amennyire, hiszen az E.T. Ró például a New Day-jel zárult. Így van, standing tall. Úgyhogy ezt más is érzékeli, hogy ők nagyon a csúcson vannak most. Abszolút, a WWE is érzékeli ezt most, hogy ezt ki kell használni mindenképpen, azt, hogy a New Day most megy és élvezi a közönség, amit a New Day nyújt. Hát ritkán lehet beletenyerélni egy ekkora mákos helyzetben, hogy valaki, akiről egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy bármilyen szempontból értékes részei leszünk az adásnak, nem tudunk velük mit kezdeni, hát összerakjuk őket egy csapatba, és akkor utána mégis egy érték lesz belőlük a szervezeten belül. És egyébként most a Gardenben is szerintem az övék volt az egyik legjobb alakítás a Dudley-kkal szemben. Abszolút. És akkor volt ugye egy jó Lesnar Big Show-nk, ugye, ami őszintén szóval nem tudom, hogy ez most ez a booking honnan jött, ugye, hogy miért pont ugye a Big Show. De Lesnar olyan könnyen dobálja a 450 fontos Big Show-t, ez valami hihetetlen. Az érthetőség kedvéért ez kb. 200-210 kg-ot jelent Big Show esetében. De ami nekem nagyon feltűnt ezen a mérkőzésen, az Lesnarnak az elképesztő jó kedve. Igen, határozottan van kedve birkózni most tényleg. Ezt Paul Heyman le is nyilatkozta egyébként, hogy gyakorlatilag Lesnar saját kérésére dolgozik többet az idén a WWE-nél, mert rájött, hogy nagyon élvezi a birkózást. Csak utazni utál, ugye? Igen, de most így gyakorlatilag egy kompromisszumos megoldásra jutottak, tehát többet is birkózik, viszont még így is nagyon sokat lehet otthon. És azért pont itt az adás előtt beszélgettük, hogy Lesnaron nagyon meglátszik az, hogy most tényleg benne van nagyon ebben a ritmusban, mert sokkal biztonságosabban dolgozik, mint mondjuk 2-3 éve, amikor akkor is beverte az ellenfelének az órát, hogyha alapvetően nem akarta. Igen, szóval Lesnar nagyon pozitív változás ez, és remélem az öreget sem fogja megölni a cellában. Hát azt nem kéne. Pláne, hogy ugye Taker is végre egészséges, nem tudom, 5 vagy 6 év után először meggyógyult a műtétei után, úgyhogy lehet, hogy nem most kéne meghalni a Lesnar ellen. De azért azt a mérkőzésről el kell mondanom, hogy nekem ez már egy kicsit túlzás volt. Akármennyire is él Lesnarnak ez a sebezhetetlen mítosza. A három csókszlem. Az, hogy három csókszlem után gyakorlatilag fölpattan és semmi jelét nem adja annak, hogy ez őre a hatása lett volna, ez szerintem egy kicsit sok.
Ez is annak köszönhető, hogy ez is house-sos cucc volt, mert még ezt még a tévében, úgy, hogy magában tényleg egy tévés adásban valószínűleg nem hozták volna. Na de az a belly-to-belly szuplex az mi volt? Úristen, hát above the head, ugye fejfölötti belly-to-belly szuplexet adott a Bischofnak, úgyhogy mind a ketten 10 évvel idősebbek, mert ugye 2002-ben ugye adott, mikor olyat, amikor el is engedi, ugye nem az, hogy megtartás, hanem engedett belly-to-belly szuplexet adott, akkor az 500 fontos Bischofnak, aki még akkor még nehezebb volt, még legalább 20 kilóval, vagy még többel, és most is 10 éve idősebbek mindenket, és megcsinálja. Hihetetlen. És nem is ejtette fejre súlyt ráadásul. Lesznárnak a jelenléte nagyon sokat dobott az egészen, tehát igazából egyértelműen ő volt itt az MVP ezen a műsoron, még akkor is, hogyha viszonylag kevesebb volt a ringben. Heymannek a promója hátul szintén fantasztikus volt, amikor a Boston Celtics-hez hasonlított a New Yorkban a Big Show-t. Hát azt el kell mondani, hogy ez nem éppen ugye, pozitív dolog, ugye Boston emlegett New Yorkban, ugye nagyon nagy feszültségek vannak ilyen téren, ugye a szurkolók között, ugye akár a Red Sox-ot és a Yankees-t emlegetjük, akár a Knicks-et és a Celtics-et, vagy a Bruins-t és a Rangers-t, tényleg szóval minden sportágban. Szép kis rivalizálás megy ott. Nek a New York Giants-et és a Patriots-ot, szóval abszolút minden sportágban nagy rivalizálás van a két nagyváros között, ugye. És tényleg ez Heyman zseniális volt, és Rene Young, ahogy nézi be, meg két kinyílt szemmel, ugye gyakorlatilag a mentorád, ugye a Heyman volt. Igen, Rene Young egy Paul Heyman girl, igen. Abszolút. És így nézi két kinyílt szemmel, hogy ne rögje az interjút, hihetetlen volt tényleg, Paul is zseniális. Egy arany minden pillanat tényleg, amit a televízióban tölt. Igen. A főmérkőzés az meg igazából nem volt rossz, én eleve kételkedem benne, hogy Cena és Rollins képesek lennének rossz meccset játszani egymás ellen. Ketrec meccs volt és élvezhető volt. Én nem szeretem amúgy a ketrec meccseket, abszolút. Pláne ugye a PG ratinget múltkor megvédtük, de szerintem a ketrec az pont az a környezet, igen, ahol ez a fajta stílus nem tesz jót, egyszerűen azért, mert gyakorlatilag nem csinálnak semmi brutálisat egymással, nincsen ugye vér a ketrec mérkőzésekben, és tulajdonképpen csak beszűkíti a mozgásterüket az, hogy a ring körüli környéke nem elérhető a számukra. De még azt vettem náluk felfedezni, hogy a párosítás nagyon elveszítette a frissességét, úgyhogy nem kéne erőltetni. Nem is hiszem, hogy az lesz, de majd ebben visszatérünk még az arányba. Hát majd kéne még, azért ügyködik. Igen. Még annyit azért elmondanék, hogy azzal együtt, hogy egy viszonylag sótlan house show volt összességében, nem volt rossz persze, nem, de nem volt egy egetverően nagy szám. Azért továbbra is azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog az, hogy a WWE Networkön folyamatosan kapjuk ezeket a különkiadásokat, mert... Na. Az új modell alá pillérei lesznek na. Ezek. Hát lesz már meg mindig jó. Igen. Az adás következő szegmensében egy olyan szervezettel fogunk foglalkozni, amiről eddig viszonylag kevés szó esett, és nem is véletlenül, mert ez a szervezet árnyéka annak, ami potenciált a rajongók felfedezni véltek bennük olyan 6-7-8 évvel ezelőtt. És ugye ez pedig a TNA, az apropó az pedig az, hogy az év legnagyobb gálája, a Bound for Glory most került megrendezésre magyar idő szerint hétfő hajnalban. És teljesen magamra vállom a felelősséget, az én ötletem volt, hogy nézzük meg, mert ez mégiscsak egy fontos dolog lehet. És végignéztünk tekerés nélkül. Színnyúzanul tekerés nélkül, elképesztő teljesítmény volt véleményem szerint. De hát meg is bántam, mint a kutya, amelyik hetet kölkezett körülbelül. Miről beszéljünk először róla egyébként? Nem tudom, hogy mennyire ismerik hallgatók a TNA birkózóit, meg úgy egész éven. Beszéljünk a körítésről először, ez mennyire rossz volt? Hát minden rossz volt alapvetően az egész műsoron. Egy borzasztóan megfáradt, szürke, motiválatlan terméket véltem felfedezni Charlotte-ban, ami hát nagyon éles kontrasztban állt azzal, hogy például 2008-2009-ben azért motivált birkózók dolgoztak a TNA-ben, az X-Division-ben AJ Styles, Samoa Joe, amikor még benne voltak Kurt Angle, Sting, Jarrett a main eventben. De azért nagyon sok jó birkózó megfordult ott az elmúlt években. Volt, amikor nagyon jó volt a tag team mezőnyük, volt, amikor nagyon jó volt a női mezőnyük. Ilyen időszakos felrángolásai kimondottan voltak, de 2010-ben kezdődő Hogan korszakban elindult egy mélyrepülés, amiből azóta se tudtak kijönni, és egyre rosszabb lesz ez az egész szervezet. Hiába van most megint hat oldalú ring, mint régen volt. A produkciós színvonal az borzasztó, az rosszabb, mint valaha. Igen, hát... Ebben mondjuk én vagyok az illeték és valamilyen szinten tényleg, és hogy ilyen szintű munkát én még kisebb indie szervezeteknél sem láttam, ilyen ocsmány trányságot, hogy gyakorlatilag kimennek a meccsek előtti kis felvezető videók rossz hanggal, és ezt az egész adásat nem veszik észre, csak a főmérkőzésben, ahol pedig félbevágják a kis videót emiatt, hát az valami elképesztő.
Ugye van némi rutinunk ebben, mert a HCV-nek a produkciós oldaláért eléggé sok tekintetben felelünk itt Magyarországon, tehát még hogyha egy egyszerűbb körülmények között is, mert nem élünk közvetítéseket csinálunk, de azért van fogalmunk róla, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. És például akkor az olyasmi, hogy van egy szinte Rumble alapon működő felső kötél fölötti kidobós gauntlet meccs, ahol ugyebár visszaszámlálás van a következő érkezőkig. Hol az arénában nem indul el csak a képernyőn, hol csak a képernyőn indul el az arénában nem, hol egyik sem, hol nincsen szinkronban egymással a kettő, hol megállítják, aztán később újraindítják az egészet, tehát olyan szintű produkciós bakik mennek, amik, hát a TNA sose volt híres arról, hogy olyan kiváló produkciós színvonal lehet volna, de azért néhány évvel ezelőtt ez nem így nézett ki. Nem, abszolút nem. Még amikor Bishop volt az exkluzív, szóval... Az a vicc, hogy még Russzónál se így nézett ki ez az egész történet, pedig Vince Russzót pozitív ellenpéldaként felhozni ebben a bizniszben. Igen, az meglepetés. Eléggé durva. Szóval és hát a... Maga az egész... Az, hogy nem is tudom hány mérkőzés volt a kárdon. 7 mérkőzésből volt 2 darab értékelhető, és abból is csak az egyik volt igazán értékelhető, fogalmazunk úgy. És azt is 2 veterán birkózó ugye vívta, az egyik ugye Bobby Lashley, akit a régebbi WWE nézők ismerhetnek még, ugye? Donald Trumpnak volt ő a bajnok a WrestleMania 23-on, amikor Vince McMahonnek kopaszra borotválták a fejét. Másik meg ugye Rude, ugye, aki gyakorlatilag a TNA-nek a saját terméke teljesen. Bobby Roode ugyebár egy kiváló tag team birkózó volt a birmani csapatban, James Stormnak az oldalán, sokszoros tag team bajnok, aztán a leghosszabb ideig regnáló nehézsúlyú bajnok a TNA-ben. Hát alapvetően ő hiába nevezi magát itt faktornak. Most már nem, mert ez easy a leg. Nem, ő veretlen volt, csak nem hozta leghosszabb ideig regnáló bajnok. De hiába nevezi magát Roode alapvetően itt faktornak, tehát ő tipikusan annyira egy átlag birkózó. Kiváló munkás ember, amit a ringben csinál, az hibátlan, de az az X-faktor az abszolút hiányzik belőle. Ezért nem kellett volna soha a WWE-nek Roode. De amúgy, amiért... Sőt, volt is a WWE-ben, csak ugye... Mikor volt? 2002-2004-ben emlékszem. Én egyáltalán nem emlékszem, hogy lett volna ott. Pedig volt? Na majd ennek utána nézek. De a tényleg az ő mérkőzésüknek még legalább volt valamiféle története, tehát látszott az, hogy mit akarnak csinálni, hogy hogyan másolták egymás mozdulatait, hogy ami az egyiknek összejött, a másiknak is összejött, akkor az egyiknek nem jött össze, a másiknak összejött. Tehát itt gyakorlatilag mozdulatról mozdulatra, szekvenciáról szekvenciára másolták egymást a mérkőzésben, és próbáltak felülkerekedni egymáson. Erre meg a közönség elkezd is kandálni, unalmas. Hihetetlen a TNA közönségének is a hozzáértésé. Mondjuk, hogy az egész szervezetre jó szóval hozzávértés. Jó, hát szerintem aki ezt még épésszel bírja nézni, épésszel, idézőjelben, az valószínűleg nem azért bírtak idáig, mert ezeket a finomságokat nézi a bizniszben. A másik mérkőzésben szintén egyébként egy veterán harcoló, egy félig meddig Kurt Angle másik és veteránnak. Eric Young. Eric Young. Ő is volt már minden a TNA-ben. Már még női csapatbajnok is volt Eric Young annak idején. Bár nekem mindig az maradt meg, amikor a háromszögben játszik egy Mickey James koncert közben, miközben a fenekén el van szakadva a nadrág. Tényleg Eric Young is, ő a TNA-nek a kénye bizonyos értelemben, tehát őben minden szerepbe bepakolták, most éppen egy pszichopata szerepben van, közli magáról, hogy ő Isten, például Angle-en, és meg akarja ölni Angle-t a ringben. 2015-ben ezt a bullshit-et, hogy lehet még mindig legyen az emberek. Hát ez mondjuk annyira rám átment a közönségnek, hogy Kurt nyakait szétmegy és mindjárt meghal, hogy képes volt odamászni egy Amerika kapitány jelmezben lévő fazon a kordonok mellé, és azt skandáltatni a tömeg, hogy használtuk a pajzsomat. Uram, atyám, de rossz volt. És még ez volt az értékelhetőbb meccs, ez a durva. Engőt nagyon sajnálom, hogy ebben a környezetben kell látnom búckodni, megmondom őszintén, mert annyira nem ide való. Nem visszaesett az alkoholizmus mélyeire egyébként. Hát pláne, miután ugye a WWE tavaly nem volt hajlandó visszaigazolni. Igen. Nagyon szeretett volna visszamenni, amikor lejárt a szerződés. Állítólag ezt most januárban meg fogják tenni, ugye? Hát majd meglátjuk. Nagy pletyka szinten megy, de... Majd meglátjuk. De hát a többi mérkőzésen, ugye ott volt az Ultimate X, ami annak idején egy nagyon innovatív koncepció volt, amikor tényleg tehetséges birkózók voltak az Ultimate X-ben. Most ez... Főleg úgy, hogy az még annó, hogy a Cruiserweightnek indult valamikor. Az Ultimate X, ugye az X-divízió az alapvetően arról szól, hogy ez nem súlyhatárokról szól, hanem arról, hogy nincsenek határok. Ez volt az egésznek a szlogenje, és ez a 2000-es évek közepén egy valódi innováció volt a bizniszben.
hogyha egy mérkőzést kéne ajánlanom 2005-ben az Unbreakable gáláról Samoa Joe, AJ Styles és Christopher Daniels mérkőzését. Három olyan névvel nem nehéz. Bármikor ajánlanám az embereknek, és tényleg akkor ez volt az X-divízió. Most itt voltak birkózók, akikről egyáltalán a meccs második felében bírtam megállapítani, hogy melyik a heel és melyik a face, addig így nem sikerült. Mindegyik dagadt volt. Mindegy, az Everett nem, jó, ő az a srác, aki meg minden ok nélkül springboard shooting star presseket ugrik, ami baromi látványos, csak könyörgöm, nem volt semmi értelme a meccs kontextusán belül, és akkor az ilyen birkózók azok, akik 28-29 éves korukra lebénulnak, és néznek, hogy mi az anyám történt, meg miért. Borzasztó volt, és akkor a végén ugye Tigre Uno megnyeri a mérkőzést, ő volt addig is a regnáló bajnok, fent lóg a kábelen, és így ledobja vagy leejti a bajnoki övet. Ez egy akkora nem a bizniszben, hogy a bajnoki övet azt nem dobod le, nem ejted le. Ez olyan, mint amikor, mit tudom én, a fociban valaki a nemzeti színű karszalagot föltözvágja a bizniszben. És akkor utána még a bíróknak kellett leszedniük őt. Igen, az, meg az volt a legillúzió. Hol van a homicide, amikor be kéne szorulni egy ketrecbe ilyenkor? Jó, de rossz mondani. Ez ugye a Tien és Hogan-ér a legelső mérkőzése, ahol az, akinek nyernie kellett volna, nem tudott kimászni a ketrecből, mert beszorult. Úgy kell elképzelni a Tien és ketrecet, hogy az a chamber gyakorlatilag csak a ringre szabva, és izé nélkül, hogy a padok nélkül, hogy a... Mindenek mondjuk a szép magyarul? Azokat a búrák nélkül. Igen, azok a plexikalitkák, amiben vannak. Hát Steel Asylum-nak hívták egyébként ezt a koncepciót, borzasztó volt, mert nagyon régóta nem szedték elő. Pedig amúgy vannak ezen a rosteren olyanok, akik érnének valamit, Mondja már nekem egy nevet, mert én nem találtam a Engelön kívül olyan embert, aki... Hát meg Rudon kívül. Leslie-nek is azért eléggé lejjebb ment az értéke. Bőven, amikor elmentem már, az nagyon betegek. Pedig annak idején Leslie-ről olyan vélemények voltak, hogy simán lehető az első fekete WWE bajnok. Igen, mert Leslie-t, mert gyakorlatilag ugye... Lesnar elment ugye először amerikai focizni, aztán MMA-zni, meg Japánba birkózni. Akkor ugye Leslie-t próbálták ugye a pótlékának rakni, csak valami nála sosem klappolt ott fejben meg. Nem volt ő egyébként rossz, és azért próbálták pusolni, mint hogy ez a WrestleMania 23-as meccset mutatja. Azért mondom, hogy fejben nem és volt. És aztán jó. John Cena-val ő játszott egy nagyon jó bajnoki mérkőzést a 2007-es Great American Bash gálán, de aztán utána megsérült, és állítólag Michael Hayes-szel volt valami vitája, aki szexuálisan zaklatta a feleségét, aki akkoriban WWE díva volt. Michael Hayes-szel kapcsolatban sok minden előfordulhat, igen. Tehát ővel ugye eléggé sokaknak volt már problémája a különböző témakörben, de hát azért az ő karrierjében se hozták ki azt, amit lehetett volna. Én egyébként akkor azt mondtam, hogy vannak olyanok, akikből lehetne valami, én konkrétan a tag team bajnokokra, ja. A Wolves-ra gondoltam, Eddie Edwards-ra és Davey Richards-ra, akik nagyon nagy indie nevek voltak, és most is látszott rajtuk, hogy ők alapvetően nyers tehetséggel bőven rendelkeznek, csak valakinek meg kellett volna tanítani őket egy értelmesebb előadás formára. Egy jó performance center hiányzik nekik, fogalmazzunk így. Mondjuk tényleg ebből a TNA-ből nem nagyon látsz mást, aki a WWE érdeklődésének központjában lehetne. És akkor tényünk arra, amit hetek óta pletykálnak, hogy mindenkit visszahoz a WWE már, mint ilyen legendákat, és ugye a nagy pletyka az, hogy a Hardy-kat is egy csomagba akarja visszahozni, ugye, Angle-t meg a két Hardy-t. Amire én abszolút nulla, azaz nulla esélyt látok, mert szerintem itt a háttérben a Hardik átvették a vezetést a TNA fölött. Hát az összes haverjuk, a teljes lepjük itt van. A Bajusz baráti körre már nem futja a Hoganéknál, de hát akkor most itt van a Hardy baráti kör. Igen, mert ugye meg visszahozták az adáson ugye a jó Hurricane-t. Gregory Shane Helmset, és elmondták róla, hogy a leghosszabb ideig regnáló cirkálós új bajnok volt a WWE-ben. Így van. Nem úgy dagadt. És dagadt ő is. Akkor ott van az egyik, a HD-nek volt a saját szervezetük. Az Omega, és annak az egyik executive tagjának a fia. Trevor Lee, aki a tag team bajnoki mérkőzésen szerepelt kihívóként. Kurt Hawkinsnak az oldalán, aki ugyebár azért Edge-nek volt az egyik ilyen fognegye. La Familia. Zseniális sztori volt. És a main event is tele volt ugye ex-WWE-s birkózókkal. Hát... Derek Bate, mert ugye aki most... RC Freeként. Igen, Ethan Carter a harmadik. Elnéven, aki Dixie Carternek az unokaöcsikéjét alakítja. Az a vicc, hogy ebben a környezetben ő még nem is tűnik rossznak. Igen, de WWE-nél olyan szürke és karizma hiányos volt, ez olyan hihetlen. Itt se ő a jó, egyszerűen a környezet az, ami... De a zené azért jó. Igen, az a trouble, 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 ez azóta is ez megy a fejemben, nagyon-nagyon vicces. Tehát
Hardy is ugye ott volt mellette. Teljesen lesokkolódtam, amikor láttam, hogy Matt Hardy 41 éves. Így van. És ott van Drew McIntyre, aki egy, most Drew Galloway néven fut a TNA-ben. Ugye a WWE a McIntyre-nek a jogai. Igen. És dagadt. És ő is dagadt. Tehát azt néztük ebben az egész adáson, hogy a TNA rosternek a fele agyon van szurizva, a másik fele meg dagadt. Igen. Ez elképesztő. És ugye a WWE az összes értékelhető kisebb termetű birkózót felszipkázta, akik sokáig az indinek a gerincét adták, igen, és a TNA-nek is, az X-divíziónek is a gerincét adták, és most alapvetően ott dívik az a fajta magasság, testsúly, ami mondjuk a Ruthless Aggression érában a WWE-ben, igen, volt, igen, a megszokott. Ez a 2 méter környéki 120 kilós szétszúrt ember típus, amit ugye gyakorlatilag Cena volt a prototípusa. Igen. És ugye arra volt fölépítve most az egész adás, hogy Matt Hardy végre valahára nyer egy világbajnoki címet. Egyébként hivatalosan az ECW-nak volt ő, igen, bajnoka, igen. Az végül is elkérdezettem. Hát ez se érdekel senkit. Persze. És Matt Hardy ugyebár meg is nyerte egy kis... Controversial. Igen, kis ellentmondásos befejezés után, mert ugye Jeff Hardy megtámadta előzőleg bíróként Ethan Carter Street. Ami aztán olyannyira érzelemdús pillanat lett, hogy bevitték a 3 hónapos gyerekét, meg a 90 éves apját a ringbe. Igen. Tehát egy, nem tudom, melyik volt a nagyobb hülyeség. Nem tudom. De szerintem a gyerekét. Az volt az első reakció, hogy Amerikában a gyerekeket annyira védik meg minden, ezt ebből hogy nem lett nagyobb balhé, azt a mai napig nem értem. Igen. És ezt letolták, és erre föl mi történik, mert Hardy másnap visszaadja a TNA bajnoki címet, mert hogy nem fair körülmények között nyert el, és kapaszkodjatok meg, egy foci VB-s lebonyolítással akarnak új bajnokot koronázni ebben a szervezetben. Tényleg 8-4-es csoport, a győzelem 3 pont, mindenki játszik mindenkivel, a győzelem ér 3 pontot, a döntetlen egyet, a legjobb 2 tovább jut, és utána egyenes kiesés van. És ja, és benne vannak a gők is. Ja, nem is beszéltünk a knockoutokról, ugye? Hát nem is nagyon lehet mit beszélni róla, ugye? Mert Gail Kim és Awesome Kong 8 éve... Azaz Karma. Igen. Karma, aki gyakorlatilag a hátán vitték a TNA-t gyakorlatilag, amit a Gail Kim eljött a WWE-ből. Igen. És most fáradtak, motiválatlanok. Összehasonlítva az NXT-nek a nőivel, ez elképesztő. Meg az egész adást összehasonlítva az NXT-vel, akkora a kontraszt. Mert sut a motiválatlanság, igen, a birkózókról alapvetően. De ne arra, hogy ezt még érintenünk kell, mert ugye a kedvenc meccsünk volt szerintem mind a kettőnknek az estén, az Over the Top Rope Gauntlet meccs, az első számú kihívói jogért, ahol ugye menet közben derült ki, hogy ezt a kihívói jogot mindegyik bajnoki évre lehet érvényesíteni, meg az is menet közben derült ki, hogy amikor az utolsó kettő bennmarad a ringben, akkor igaz ugyanolyan, az normál meccs lesz, de ott is lehet úgy győzni, hogyha kidobnak a felső kötél fölött. Ez a tipikus TNA booking, ami borzasztóan inkonzisztens és iparhülyeség. Pedig szegény Josh Matthews még eléggé profin kommentált, tehát ő neked a fejébe verték a történetmesélés, igen, de hát... És akkor a Pope mellett ül, aki világ életében birkózni sem tudott. Jézusom, borzasztó volt az egész gála. És akkor ugye az abszolút fénypont, amikor a kommentátorként dolgozó Pope menet közben kijelenti, hogy ő most berakja magát a meccsbe, megjött a kedve a birkózást, az legyenek szívesek betenni a zenét, bemegy a ringbe, ott Abyss, aki 10 éve a TNA mindenese, ugyanúgy, mint Eric Young, és az ex Brutus Clay, Tyrus, csúnyán néztek rá, mire föl Pope kiejtette saját magát, és visszament a kommentátor aztán. Ez ilyenek mellett még üde színfolt volt Al Snow, hogy birkózott, vagy üde színfolt volt egy Tommy Dreamer, aki a legoverebb... Igen, és Bionic Elbow-kat adott jobbra-balra, és a legoverebb ember volt az egész meccsben. Igen. És akkor Josh Matthews megkérdezi, hogy el tudják képzelni, hogy mi lesz, hogyha Tommy Dreamer első számú kihívóvá válik? El Josh. El vazze. Borzasztó volt. Ja, meg az indiai csóka, aki bejött. Táncolt, és mindenki, a hillek és a fészek is elkezdtek táncolni, mint borzasztó. Mert a WWE ezt a Santinoval és Jinder Mahallal comedy matchben a midcard legalján csinálták. Nem egy number one contendership-ért zajló mérkőzésben, egy pay-per-view. És bemegy a ringbe, és tényleg elkezd táncolni, nem kapcsolják le a zenéjét, mind a rock nélkül. Először azt mondom, az is produkciós baki. Én is. Abszolút. Ja, és akkor, hogy az egészre föltegyük a koronát, Brutus Clay, azaz Tyrus megnyeri a meccset, ő ugye a korábbi bajnok EC3-nek volt a testőre. És hát azt gondolta a bajnok, hogy majd együtt mennek a tag team érmekért. Nem.
az X-divizióért sem. A nőiért sem. Mert még ez is komolyan fölmerült, és azt hittük, hogy vicc, de most már, hogy Gilki még benn vannak a nehézsúly övért zajló versenysorozatban, már nem tartjuk viccnek. És Tyrus azt mondja a végén, hogy I'm coming for the heavyweight world championship of the world. Jó, hogy bruzosan az eszélyen szeretjük, meg nem a birkó tudásáért sem. Ezt hogyan lehet egyáltalán lefordítani, vagy el? Nem tudom. Sziasztok. A világbajnoki érméért megyek, vagy nem tudom, a mi esmiért tényleg. A nehézsúlyú világbajnoki érméért megyek körülbelül. Uramisten, hát ez az egész adás egy borzasztó volt, úgyhogy nem mostanában fogunk TNA PPV-t értékelni, azt hiszem. Így van. Legközelebb Arrow-t fogunk nézni, mit szólsz. Nem is rossz ötlet. Legközelebb Arrow-t nézünk. Ezeknél meg meglátjuk, hogy egyáltalán lesz a jövőre tévészerződésük. Hát nem tudom, hogy mi lenne a jobb, mert lehet, hogy tényleg ez már egy olyan vergődés, amit nem kéne erőltetni. Uraim, azt mondom, hogy 3 perc. Ó! Oh. All right, gentlemen, you have 3 minutes, and you better make it good! Köszönjük a 3 perces figyelmeztetést, el is kezdjük szépen lassan. 3 izgalmas témát hoztunk megint, ami fölkapott most, meg számunkra is fontos szerintem. És 2 még ellentmondásos is belőle, hogy Eric Bischoffot büszkévé tegyük, szegmensünknek az alapító atyát. Így van, aki zseniálisan csinálták ezt a 3 minute warningot, az sok szegmens néztük most vissza, és úgy zseniális. Szóval az első, az egyik legellentmondásra figura a jelen pillanatban a WWE-ben, hogy a Cenáról fogunk beszélgetni. Méghozzá egy olyan apropóból, hogy az előzetes booking információk alapján John Cena durván 2 hónapos szabadságra fog menni az év hátralévő részében, tulajdonképpen a Hell in the Cell utántól egészen decemberig nincs bukolva az európai turnéra sem, ami azért egy eléggé nagy dolog, hiszen Cena mégiscsak húzónév, főleg a house show businessben, rendszerint ő a main event. Igen, ő a főmérkőzés, ő a vezető személyiség. És érdekes dolog ez, hogy általában személyes okokra hivatkozva távozna egy kicsit a műsorokból. Építeni kell a Bella feudot. És éppen azt beszéltük Bartfi kollégámmal, hogy néhány évvel ezelőtt egy ilyen bejelentés akkora pánikot idézett volna elő a WWE-nél, hogy csak na. Ezek ugye 6 hónap alatt visszatért, ugye, amikor a nyaka megsérült. Ugye a 2008-as Rumble előtt, ugye. Hát gyakorlatilag minden sérüléséből idő előtt tért vissza, mert... Hogy volt, megműtötték a könyökét. Hétvégén, és hétfőn már fölkötött karral ott volt a Rón. Uh-huh. Szóval tényleg egy színálva abszolút az elmúlt 10 évben nem csinált, ha nagyon nem volt rá indok, nem engedték el pihenni. Sem. Állítólag egyébként ezt a szabadságot is már a nyár folyamán kérte, és most jutottak el odáig, hogy megadják neki. Mondjuk ez pont nem arra utal, hogy a WWE a belsős pletykáknak megfelelően pánikolna az alacsony nézettség miatt, mert hogyha pont ilyenkor elengedik John Cena-t, az egyik húzónevet, az azért nagyobb fokú önbizalomra utal, mint azt mondjuk a Wrestling Observer hírlevele sejteni engedni. Abszolút, én is úgy gondolom, hogy most tartunk ott, hogy Ortont is nyugodtan el lehet engedni, ugye megint pihenni. Általában el is fog, mert megnősül az idén szintén, Batistához hasonlóan. Abszolút. Nagyon nagy már nősülési mánia van itt a birkózók. Most abszolút. És tényleg ugye, még az is kötő, hogy Cena elveszi Nikit. Vagy Ziggler. Vagy Ziggler veszi el Nikit, ugye. Hát már ugye a Rune, ugye bár Summer Rae megkérte Rusevnek a kezét, bár az csak ugye adásban van, Rurunak hívt. Nagyon jó, szakadom a Uramatyám. Na de, komolyra fordítva a szót, mit gondolsz, az, hogy Cena most nem lesz 2 hónapig adásban, és a house show-kon sehol pedig húzónév kell, hogy legyen, lehetőséget kínálhat ez valakinek arra, hogy előre lépjen, és hogy egy szintet lépjen. A house show-kal kapcsolatban azt lehet hallani, hogy Dean Ambrose lesz a headliner a Cena vezette. Az egy nagyon nagy pozitívum számunkra, mert Ambrose-t ugye nagyon szeretjük mind a ketten, főleg, hogy Ambrose nagyon szórakoztató tud lenni. Ajánlom a mai Tables for Free epizódot, ami a Networkön megy, ugye, ahol leülnek beszélgetni, és Owens-el és Cesaro-val beszélgetnek az indis múltjukról, meg minden, és zseniális rész. Ambrose avval kezdi a mondatot, hogy egyébként, hogy fölveszi a spárgát, vagy nem tudom, hogy tehát azért csípőset fogsz pisilni. Szóval tényleg hihetetlen a faszik. Szóval én azt mondom, hogy ilyen pillanatban ott tartunk, hogy már nem probléma az, hogy Cena elmegy, és nem is annyira problematikus az, hogy valakit már a helyre kell tennünk. Mert gyakorlatilag az elmúlt fél évben, még több, gyakorlatilag az elmúlt egy évben, ugye Rusevvel feudolt az év első részében, meg ugye a év második felében ugye Owens-el, meg ugye a US környékén ugye. De azért a stabilon hozta minőségi meccsek. Nem azt mondom, hogy nem voltak minőségi meccsek. Lejárt az időnk bizony.
ezt még ezt egy mondatot befejezem, hogy abszolút nincs már az a pozícióban szína, mint régen volt. Akár volt egy Rollins-al is most main eventje 1-2, de nincsen lefoglalva vele egy pozíció. És ennyi, ezt akartam ebből kihozni csak. Na akkor menjünk a következőre, az pedig egy kicsit pozitívabb hír, ugye az, hogy Lita-t teljes állásban alkalmazza a WWE. Igen, ez a hír most látott napvilágot, hogy gyakorlatilag újra teljes időben a WWE-ben dolgozik, valószínűleg valamiféle tréneri minőségben, ami azért gondolom, hogy a Diva forradalommal is összefüggésben áll. Másrészt pedig eléggé durva, mert Sara Del Rey, ugye, aki az NXT-s hölgyeknek a tanítómestere és korábbi elismert független női birkózó, és Lita együtt, hát nem mintha a jelenlegi feltörekvő hölgyeket félteni kellene, de azt hiszem, hogy a világ legjobb képzését fogják az kapni. Biztos. Nem mintha ez eddig kérdéses lett volna. És tényleg hihetetlen, hogy a WWE elkezdett úgy bánni az öregjeivel, ahol az ahogy megilleti őket abszolút, nem az van, mint régen, hogy megsérültél, megöregedtél, kirúgunk a francba és nem foglalkozunk veled, hanem tényleg most már mindenkit ugye valamilyen módon kötnek magukhoz, vagy legenda szerződéssel a nagyon öregeket, vagy pedig az egyen fiatalabb generációt, ugye az attitűdél a generációját, meg mind tréneri szerződésben. Igen, ugye ez a régi promóteri szokás volt a pankráció bizniszben, hogy a gépezet megrág, aztán kiköp. És most ezen a téren is nagyon komoly változások állnak be. Ugyanígy például az NXT körül legyeskedő emberek listájáról felemelgethetjük Corey Graves-et, akinek a pályafutása véget ért egy sérülés miatt. És nem rúgták ki, meghosszabbították a szerződését, és foglalkoztatva van rendszeresen. Igen. Mikor nagyon komolyan, mert ugye két saját műsora van a Networkön, plusz ugye ő vezeti gyakorlatilag az összes pay-per-view alatti felvezető műsort, és ugye az NXT-nek a egyik fő color kommentátora. Igen. Most az, hogy Lita ott van, az is egy nagyon pozitív dolog, mert... Neki is voltak azért Litája szervezette. Voltak, de Lita ezzel együtt is azt gondolom, hogy a 2000-es évek, az ezredforduló környéki időszak Trish mellett legkiemelkedőbb női birkózója. Egyébként a Networkre most került fel egy Trish Lita dokumentumfilm az ő rivalizálásukról, ami a legkomolyabb női program volt a WWE-ben a 2000-es években. Talán a Mickie James Trish Stratus méretű csak ehhez. És most ő is ott van, és hozzáteszi a tapasztalatát és a tudását ahhoz, hogy a következő generáció minél ütősebb legyen. És látjuk is az eredményét, ahogy az adásnak a fő témájában ki fogjuk tárgyalni, megvan ennek a látszata. És a másik meg az, hogy tényleg ugye a fél mostani generációnak ő a példaképe, szóval az sem egy kevés plusz motivációt adhat, hogy nekik bizonyíthassanak, hogy mennyire jók és mennyire tudják a dolgokat. Mindenképpen. Lita mellett egyébként egy korábbi TNA birkózóról is szóba került, hogy kaphat egy tréneri állást, esetleg még ilyen játékos edzői állást is. Ő pedig James Storm, aki korábbi TNA nehézsúlyú bajnok, és főleg tag team birkózóként ismeretes, bár ez egyelőre még csak plegyka szint. Litánál azért már nagyobb valószínűséggel lehet tudni, hogy tényleg ott van. Belefértünk, az időben milyen jó vagyok. Mi sok büszke lesz ránk. A érts nem fog megjönni Jamal és Uzi, hogy keresztül vágjanak minket egy asztalon, vagy ilyesmi. Na és akkor az utolsó témánk pedig az elmúlt 10 év legellentmondásosabb figurájáról fog szólni, és kicsit mi magunk is megcsömörlöttünk benne, hogy mi vezet ti mostanában, méghozzá pedig CM Punkról fogunk beszélgetni, szerintem nem csak 3 percet, hanem lesz ebből 5 is, mert ugye azért voltunk beszélni annyit. Őszintén szóval nem tudom, hogy akarok-e róla annyit beszélni. Tehát CM Punk olyan szintű troll üzemmódba kapcsolt, hogy nem is tudom, hogy egyszerűen ennyire megsavanyodott a fickó, vagy egyszerűen csak rádolgozik arra, hogy ő eladható legyen negatív figuraként a UFC-ben. Mind a kettő benne lehet, és tényleg az lehet benne szerintem a legjobban az, hogy látja, hogy most ő lenne a vezető. Az egyik vezető szerep a mostani adásokban. És egy olyan generációval dolgozna együtt, akiket gyakorlatilag ő nevelt ki az ROH-nek a dojójában. Akikkel még szeretné is együtt dolgozni. Igen, szeretné is együtt dolgozni. És tényleg ahogy a két fő hír ugye mostanában az, hogy az egyik ugye a UFC debütása csúszik egy válsérülés miatt, ugye? Nagyon nagy idézőjelekben. A másik meg ugye az, hogy beszólt ugye
mindenkinek, aki él és mozog, még a rák gyógyításáért ugye küzdő Susan G. Cornell alapítványnak is, ami egyszerűen elképesztően nagy baromság Amerikában PR szempontból, ugye? Hát ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy gyakorlatilag a magának ennek a Susan G. Komennek a fikázása, ez egy burkolt WWE fikázás akar lenni, amit utána természetesen letagad, de azt is úgy tagadja le, hogy egy szót sem szóltam arról a kamu wrestling szarról. És tényleg, hogy meg amikor a Hogan botrányhoz hozzászólt egyből, ugye, mit ehhez hozzászól? Mindenhez tényleg hozzászól. Hogy olyan, mint egy ilyen véleményvezér a Punk, hogy egyfolytában mindenhova, mint az Indexnek a blog szférájában vannak ilyen figurák, akik minden cikk alatt megjelennek, és minden cikk alatt öntják magukból a hülyeséget. Hát CM Punk ilyen a Twitteren. Igen, abszolút. És tényleg ömlik belőle a negatívumság, a megkeseredettség, tényleg, hogy és ne vagy azt mondják, hogy a WWE tette ezt vele, ezt Punk saját magával csinálta. Akármit mond mondjuk a Kabánás podcastben, akármit mond más fórumokban, ezt Punk saját magának köszönheti. Ne felejtsétek el, az év legfontosabb eseményével a mindegyik egyik legjobb elval birkózhatott volna a Mánián, amikor ő hazament, mert tripszel lett volna a programja. De közötti ez nem top match. Nem top match, igen. Azért Punknak is vannak érdekes oldalára, tényleg, és akkor erre ugye megcsinálták vele azt a, megcsinálták a WWE-vel gyakorlatilag azt, hogy a Bryant ugye berakták így az egész főprogramba. Ez egy elég erős középső új egyébként. Igen, Punknak. Akkor most belerakták az NXT-nek az intrójába a hangját egyébként, ha megfigyelitek. Szóval tényleg így a WWE úgy van vele, hogy látod meg, fasz voltál. Hát kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán anyagi szempontból is, meg sportszakmai szempontból is idézőjelben milyen eredménye zárul majd a kis UFC-s kiruccanása, de az biztos, hogy akármennyire is mondja, hogy ő túl van a wrestlingen, mint olyanon, befejezem a mondatot, egyértelműen látszik az, hogy ő nem heverte ki azt, hogy a wrestling pályafutása véget ért, mert hogyha kieverte volna, akkor nem kellene kényszeresen mindenhez cinikus, negatív kommentárt fűzni, ami most már egyébként engem nagyon bosszant. Nagyon, mert nekem is nagyon nagy kedvencem volt, tényleg a mai napig a Cult of Personality, a csengő hangon, meg ilyenek, de tényleg, hogy egyszerűen a 90-es évek WWF birkózói haj az, akik kiúgtak, vagy átdobtak az Upside-Uphoz. Hogy egyszerűen ez a pure megkeseredettség és sértődöttség az irányukba. Hát remélem AJ Lee kibírja. Igen. Ennyi volt már az a film, és egész jól beleértünk kétszer az időben, egyszer meg úgy félig meddig, ugye? Jó, de akkor lassan jó érkezik a mai este fő témája, az NXT TakeOver. Respect! Az adás végére pedig meghagytuk a 7 legjobb wrestling eseményét, ami a magyar idő szerint ma hajnalban lezajlott NXT TakeOver volt, amit hála az Insomniámnak élőben tudtam követni a WWE Networkön, és hát finoman szóval se bántam meg. Erről az adásról nem tudunk olyan fika parádét csapni, mint a TNA Bound for Glory-ról, egyszerűen azért, mert nem is találok benne semmit, amit fikázni lehetne. Nem találtam benne negatívumot, abszolút. Egy mini negatívum benne van, de azt majd elmondjuk, de abszolút semmi extra negatívum nincs benne. Előjáróban föl kell vezetnem, hogy szerintem az NXT jelenleg a legjobban megírt, legjobban szervezett és legjobban előadott wrestling műsor a világon. Ez így van, ebben egyetértek maximálisan. Amióta tényleg átpakolták a Networkre, már előtte is nagyon jó volt, de amióta a Networknek a húzóhajója lett, abszolút top kvalitású produktum az egész. Nyilván lehet rá mondani, hogy nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelően üzemelni, mint mondjuk a Raw-nak, nem kell annyi mindenkinek megfelelni, nincsen annyi marketing és reklám szempont, amitnek meg kell felelni, tehát például az NXT alapvetően több pénzbe kerül, mint amennyi bevételt hoz a WWE-nek. Viszont azért ezt a műsort össze kell akkor is rakni, meg kell hozzá találni nem csak a birkózókat, hanem az embereket is, ahogy Triple H kihangsúlyozta nemrég egy nyilvános interjújában. És ez egy kiválóan összerakott, nagyon motivált, elképesztően mindent beleadó roster. Nincsen egy darab birkózó az NXT-ben, aki ne látnám azt, hogy minden egyes mérkőzésében, szereplésében 120%-ot tesz. És pont ezért volt ilyen elképesztően nagy a kontraszt a TNA Bound for Glory-val. Tényleg, tegnap megnéztük a TNA-t, vagy egy hétfőn, vagy nem tudom, amikor néztük meg, és tényleg egy akkora kontraszt a kettőhöz képest, ez ami fekete-fehér tényleg az egész.
kiszúrja a szemedet, hogy, hogy tényleg egy, és a jó Dusty Rose mondta ezt pont abban a Ambrose-os beszélgetésben, hogy adjátok ide nekem ezt a rostert, és két órát a TBS-en főműsorítva, és megverem a Rose-t. Ez egy tipikus Dusty. De ki tudja? Egyébként tényleg, szóval ez egy lehet, hogy tényleg így lett volna abszolút, mert annyira motiváltak ezek a srácok, és hihetetlen. Nagyon sok háttéranyagot néztem most az utóbbi időben az NXT-ről, és szerencsére jön is Dögivel. Tehát az egyik az egy All-Star panel volt még a Brooklyni adásnak az előestéjéről, azt hiszem, ahol Triple H, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Sasha Banks, Corey Graves egymás mellett ülve beszélgetek abszolút karakteren kívül a termékről. Vagy a WWE Networkre most jött ki a 24 című sorozatnak az NXT epizódja, ami szintén erről a napról szólt, és zseniális igen. volt. És tényleg azt látom rajtuk, hogy ez már nem egy fejlesztési osztály. Ez egy brand, ez egy márka, ez egy szervezet. Birkózók, akik jönnek akár az indiből, akár a főiskolai sportolók közül, konkrétan nem csak ugródeszkaként tekintenek az NXT-re, ott akarnak birkózni az NXT-be. Igen, ez Joe is elmondta egyébként, amikor leigazoltott a WWE, hogy én nem akarok a főosztályra menni, engem pakoljatok le az NXT-be. És az adulva ezt a WWE meg is tette, ugye Joe-val. De ezt mondja Balor is, hogy ő neki az NXT a fő projektje jelenleg jobban érdekli, mint az, hogy fölkerül a fő rosterre. Mert ő a locker room leader, hogy az öltözőjével ezért akar lenni az egész... Az NXT-nek az Undertaker-e. Igen. Vagy ott van Kevin Owens, aki ugye mesél arról, hogy nézte otthon az első ilyen NXT TakeOver különkiadást, és azt gondolta, hogy basszus, jó, oké, majd megyek a fő rosterre, de én itt akarok birkózni. Igen, meg ugye tényleg, amikor ott volt, ugye ugyanabban az épületben volt egy pay-per-view-n, ugye 2012-ben, talán vagy 2011-ben? Brooklynban, igen. Igen, amikor először voltak a Barclays Centerben, akkor ott ült fönn, a leghátsó sorban valahol fönt a kakasülőn. Ez a 2012-es TLC volt. Igen. Amikor debütált a Shield, igen, pay-per-view, ami egy remek mérkőzés volt, ugye a... Fantasztikus. A Tim Hellno és nem is tudom, Ryback? Ryback. Igen. Fantasztikus. És akkor mondta, hogy eltelt 3 év, és az ő nevével, gyakorlatilag az ő nevével adják ki. Igen. Az egész pay-per-view, hát egy különkiadást, ugye. Gyakorlatilag ezek a különkiadások kivétel nélkül fantasztikusak. Én most már ott tartok, hogy az NXT-nek a heti adása is nagyon jó. Újabban kihasználják a teljes egy órát, ami igen. rendelkezés rá. Korábban az azért nem volt így. 40 perc volt. Most már 59 perc felé közelítünk, igen. Abszolút. És ugye ott van Triple H, aki pont ebben a beszélgetésben elmondta, hogy most már az van, hogy valakivel közli, hogy gratulálok koma, fölhívtak a main rosterre. Az első reakció az persze a lelkesedés, és a következő meg a csalódottság, hogy de akkor el kell mennem az NXT-ből, nem áll. Igen, mindenki reagálja tényleg, szóval... És az a durva, hogy az első generációsokat, akik fölhívták, el is felejti az ember, hogy egy első generációs NXT-sek. Mert ugye Rollins, az első NXT bajnok. Ambrose-ék, mind a ketten, ugye Reigns és Ambrose is. Wyatt és az egész Wyatt família. És akkor ott van ugye Neville is. Akik már mondjuk később jelenszer, de tényleg ezekből mind elfelejti az ember, hogy NXT-sek voltak alapvetően. És Trips elmondta ugye abban az interjúban, hogy az idei WrestleManián az ő meccsüket kivéve Stinget minden egyes mérkőzésben volt NXT-s birkózó. Ez egy teljesen tudatos építkezés, ez egy teljesen tudatos koncepció, amit Hunter már 2 évvel ezelőtt meghirdetett, és következetesen tartja is magát hozzá. Épp ezen röhögtünk, még annó az eredeti szorítóban a doktorral beszéltünk erről, hogy hát persze, hogy megcsinálják, ebből se lesz semmi. És akkor tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag eltelik még 1-2 év, és minden komoly pozícióban saját WWE nevelési birkózó fog lenni. És ha nézed ezeket a háttéranyagokat, tehát Hunter felé olyan tisztelet van a fiatal birkózók részéről, tehát mint hogyha tényleg, nem is tudom, elsőre azt mondtam, istenként tisztelik, de ha nem is, de mint az apjukat, igen, mint tisztelik igen. körülbelül Huntert, és ő mindenhol ott van basszus, minden bevonulás elgyakorlását személyesen irányítja, a fülén van a headset, tartja a kapcsolatot a fényekkel, a hanggal, a kamera, az operatőrökkel, a rendezővel, mindenkivel, és mindenkiből próbálja kihozni azt, hogy a lehető legjobban nézzen igen. ki az, amit csinál. És fantasztikus tényleg az a fajta szikra, amit az NXT behozott a wrestlingbe.
lehet, hogy nem a mainstream termék elsősorban, hanem inkább a wrestling nördöknek, wrestling rajongóknak van számva, de ez egy jó termék. Igen, és abszolút tényleg nem csak a Trips érdemény lesz, hanem tényleg az egész stábil. Ja, ott van William Regal, minden idők egyik legjobb technikai birkózója, akit valaha láttunk. És kiváló előadó is. És kiváló előadó. És tényleg, ugye őt nevezték ki General Managernek, ő az egyik fő, ugye, nem tudom azt, hogy mondjuk szépen örül, aki ugye a promókat oktatja neki. Akkor ott van ugye Matt Bloom, aki ugye jó Albert, vagy ugye Tensai-ként ugye nektek... Japánban megtanult birkózni, igen. És ezt azért át tudja adni. Ugye, nektek ugye Tensai-ként lehet ismerős, és ugye ő is neki ott van 30 év tapasztalata legalább a bizniszben. Ott van Billy Gunn, aki az Attitude Era-nak a Tag Team Division-nek húzó neve volt, ugye. Ott van ugye most már ugye Litával kiegészülve ugye... Szaladerrei. Aki igen, őket oktatja. Ja, szóval mindenki, abszolút, akkor Booker T is ott van ugye, mint edző. Tényleg hihetetlen stábot raktak össze. Az egész Performance Center, az egész NXT stáb világszínvonalú. És én egyébként egy kicsit reménykedem abban, hogyha Triple H mindinkább kezdi majd átvenni Vince-nek a helyét, akkor a fő rosteren is a Hollywood írók helyett wrestling szakemberek lesznek majd a színfalak mögött. Szerintem ez így lesz egyébként, mert ugye, mert látni fogja a Trips, hogy el lehet adni az NXT-t. Ki lehet adni az NXT-vel egy 16 ezeres csarnokot, és ez szerintem előbb-utóbb minden héten el lehet majd játszani. Hát most már a house show-kra mennek, simán el kell még a kisebb helyeken is 1500-2000-2501 bármikor az NXT-re. És ugye ilyen egyéni alkalmakkor, mint Brooklyn vagy Londonban a Wembley Arena. Wembley Arena-ban 20 ezer ember lesz az NXT. Úgyhogy ez egy nagyon forró termék most, és egy olyasmi, tényleg egy szelet India a globális birodalomban, ami sokkal jobb, mint az India. Igen, abszolút. Amit a cikken megírunk tényleg erről az NXT-ről, meg a Performance Center, hogy egy olyan forradalmat hozott a WWE-vel be az egész wrestling világba, amihez tényleg csak a WrestleMania megalakítása az öreg Vince-től, a WWE tőzsdére bevezetése és a networknek a megalakítása fogható. Semmi más nem. Fantasztikus tényleg az egész, és az, hogy ötvözik a régi old school módszereket karakterépítésben, hogy hogyan tanuljál meg promózni, hogy hogyan tanuljál meg összerakni egy meccset, hogy milyen inputod, beleszólásod van abban, hogy te hogyan alakítod saját magadat, a saját márkádat, és mindezt ötvözve azzal az elképesztően futurisztikus és előremutató környezettel, produkciós színvonalal, ami mindig jellemzi a WWE-t, hát nem is tudom, hogy mit mondhatnék erre még bármit is. Tényleg, hogy lassan az NXT produkciós színvonal veri a nagy rossz terét egyébként. Az durva. Borzasztóan jól összerakva a műsor. Nem durva. Beszéljünk akkor az adásra is egyébként néhány szót. Talán a legegyszerűbb mérkőzés szempontból is, meg booking szempontból is a második számú attrakció volt, vagyis a Dusty Rhodes féle tag team versenysorozatnak a két elődöntője és a fináléja. Ugye a későbbi győztesek Finn Balor és Samoa Joe két ugyanolyan mérkőzés birkóztak le gyakorlatilag. Ez egyetlen pici negatívum, amit találtunk az egész adásban, hogy tényleg két pontosan ugyanazzal a felépítéssel és movesettel előadott mérkőzést láttuk egymás után. Félretés ne esik, egyik sem volt rossz, nem, csak... Nem, csak ugye ugyanazt láttuk még egyszer. De látod, hogy már ilyen elvárásaink vannak igen, alapvetően. Igen, gyakorlatilag amikor láttunk 35 darab Kofi Kingston Ziggler-t az Intercontinentért, akkor ebből nem volt probléma. Itt meg az NXT-ben problémázunk azon, hogy gyakorlatilag egy adáson két olyan remek mérkőzést lenyomtak, ez ami hihetetlen, és megtudtad Baron Corbin birkózni, ami nagyon nagy pozitívum. Hát igen, még egy kis karizmát kéne valahogy genetikailag beleültetni, mert az nem jutott neki sok. De birkózni eléggé jól megtanult, Rhino-nak a veterán ösztörei nagyon jól működnek ebben a környezetben, és azt gondolom, hogy a három közül, tehát a két elődöntőt és a döntőt is beleszámítva, az volt a legjobb mérkőzés, amit Rhino és Baron Corbin vívtak, az avatőr birkózó csapattal, Chad Gable-lel és Jason Jordan-nál. Az valami hihetetlen volt az egész mérkőzés, hogy tényleg így a Kurt Angle által megkezdett útnak a szellemi örököseiként ez a két ember ugye, mint egyetemi birkózó sztár jött meg a WWE-be, mert Gable olimpián is volt. Így van, kerettag volt az olimpián, szóval abszolút nagy névnek számít, és tényleg, hogy olyan fizikai erejük van mind a kettőnek. Hát, ugye Gable megcsinálta azt, hogy Corbint, aki szerintem 115 kg környékén van, ugye teljesen kiemelte German suplexbe úgy, hogy a Corbin nem
halott súly volt, ugye nem ugrott bele. Nem néznéd ki belőle. Nem, pedig. Nem. És ugye 170 nem tudom hány centis srác, de tényleg olyan ereje van, hogy így csak néztem, hogy atya úristen ez mi? És mekkora volt már, amikor Kurt Angle-nek a zenéjére skandálták Gable nevét. Igen, azért a közönség is köti valahol őket, igen, abszolút. Hát mert egyértelműen látszik a párhuzam. Igen, és tényleg az tényleg zseniális a jó mérkőzés volt mind a kettő, és amikor Jordant behozták még annak a legelején, akkor nem hittem, hogy ő ennyire jó lesz, de hogy hagyták neki tényleg ezt a birkózó irányba menni, zseniálisan jó. Jordan kezdetben egy nagyon szürke, arrogáns heel volt, igen. És igazából semmi más nem hozott ezen kívül. Aztán ugye összerakták Gable-lel, és voilá, működik, igen, igen. Zseniális, és nagyon jó, és akkora fészek lesznek, mint egy ház. Ezért sajnálom, hogy a bajnokok viszont nem kerültek ugye képernyőre, hogy a Wood Williams is zseniális, hogy a 20-as évekbeli erőemelőket akarják megtestiesíteni. Fantasztikus. Az, hogy Simon Gotch gyakorlatilag egy klasszikus movesetet használ, modernkori intenzitással, igen. Nagyon jó. Igen, a két háború között, meg az 50-es években birkózó stílusát mutatja, és zseniálisan jó. Menjünk tovább az adásban, mert ez tényleg annyi mindent kell beszélni. Igen, tehát alapvetően ugye Balorék nyertek, és a végén ugye, hát ugye a kayfabe-nek adunk még egy pofont, Cody Rhodes. Cody Rhodes-ként? Cody Rhodes nem, elfelejtette bevenni az adag drogját. És az durva, hogy egy promóban Cody elmondta, hogy Cody halott. Igen. Ugye? Ugye? És ugye teljesen karakteren kívül promózik negyed órát az apjáról. A felesége mellett. A felesége mellett, meg a testvére mellett. Igen. Fantasztikus jelenet volt. És látszott azért, hogy ott a Joey-k azért ott... Pedig Joe azért keveset dolgozott Dusty, de azért Finn igen. Azért a Dream büszke lehet rá, igen, azt gondolom. Igen. Volt akkor még rajtuk kívül, ugye Apollo Crews-nak a mérkőzése Tyler Breeze ellen. Hát Apollo Crews fantasztikus. Erről is ma beszélgettünk, hogy két évvel ezelőtt birkózó stílusok kerültek szóba még a motoros hangos rádió műsorban, és kaptunk egy ilyen kérdést, hogy ilyen High Flyer Powerhouse stílusú birkózó van-e? És kiröhögtük. Na akkor még nem volt, ugye? Mert ugye de most már van! Már van. Ugye Wuhan Nation, ex-Wuhan Nation, aki ugye az indian birkózat, ugye a Dragon Gate USA-nek a dojojából került ki. 125 kg, 185 centi, és standing mount-szoltot ugrik, ilyen lazán, mint egy csettintés. És Breeze olyan mérkőzést nyomtak, hogy az valami hihetetlen. Fantasztikus. Igen, Apollo egyébként szerintem egy kiváló prospektus a jövőre nézve, talán egy kicsit a pszichológiáján kellene még javítania, de egyébként ő benne szerintem megvan az a potenciál, amit Leslie kapcsán említettünk korábban, hogy lehet belőle az első fekete WWE bajnok. Ezt a kérdést egyébként föltették Triple H-nek is, és mondta, hogy igen, nagyon nagy lehetőségek vannak a srácban. Breeze meg, hát nagyon időszerű lesz neki lassan is a főhoztás. Igen, mert ő is az első generációs NXT közé való, csak már ugye mindenkit fölhoztak körülötte, csak ugye ő annyira hasonlít Zieglerre, hogy elég nehéz ugye megoldani ezt a problémát. Meg annyira hasznos, hogy ott van ő, mint kiválóan birkózó híl, akivel mindenkit össze lehet tenni. Breeze egy kicsit olyan, mint a pankrációs barométer az NXT-ben, tehát gyakorlatilag élesben ki akarsz próbálni valakit, akkor Breeze-el elrakod oda, hogy birkózzon vele. És akkor szerintem megkapja az ő kis jutalmát, ugye a számú összlemen, hogy összerakják Ligerrel, ugye. Fantasztikus, hihetetlen jött. És ilyen finomságokra gondolod a videóban, hogy megjutalmazza azt az embert, mert ez se volt azért régebben ugye divat, hogy megjutalmazzák azt, aki jól dolgozik. Igen. Volt egy debütálunk. Asuka, a japán hölgyemény. Hát néha maga a mérkőzés az olyan volt, mint egy debütáló mérkőzés lenni szokott, tehát arra szolgált elsősorban, hogy megmutassa ezt az embert, éppen annyit, amennyit kell belőle. De azért nézegettem, mert Asuka egyrészt iszonyatosan gyors, tehát néha szemmel nem lehet követni a kezének, a lábának a mozgását, és hát Dana Brooke-ot így üdvözölte elég rendesen. Igen. Igen, de azt mondom, hogy szervusz, ugye? Szervusz Dana! Szervusz, hogy éreztem olyan mérkőzésben? Igen. Kiválóan. Kiválóan, igen. Szóval tényleg hihetetlen, hogy a igazi japán stílus most már ugye ketten is ugye képviselik azért, mert Hideót sem kell félteni, amikor a lábait használja, ugye. Nem, általában a közeljövőben biztos tényleg. Igen, válsérléséből ő is. És azért tényleg Asuka is olyan, hogy anyád. Tényleg így olyanokat rárugott a Danára, hogy ezt egy karate mérkőzésen megvigyelték volna, tényleg. De Dana által sarat, igen, azt kell mondanom. Tehát ő benne egyre inkább azt látom, hogy annak ellenére, hogy nem abból a környezetből érkezik, mint a legtöbb új diva. Van benne, van benne perspektíva. Tehát szöges ellentétem mondjuk Eva Marinak, aki... Bookfence azért nem tud. De Asuka
annak ellenére, hogy most debütált, már most egybe van szinte. Igen, igen, teljesen. Az entrance is olyan volt, de mondjuk az a Hideona is megvolt, amikor azonnal ugye debütáltatták a zenével. Amiről pont amiről beszélünk, mindenkinek megvan a kellő zenéje is, az egész prezentációja, minden megvan. Igen, nem és jó. Egy nagyon érdekes dologra fölhívták ma a figyelmemet, a Lords of Pain-en olvastam egy kommentben, és magamtól nem tudott eszembe. Gyakorlatilag Hideónál is, és Aszkánál is az van, hogy talán ők az elsők, akik nem kaptak valami sztereotipikus japán vagy ázsiai zenét és külsőt maguknak. Azért a Hideóban föl lehet vezetni, a Hideó zenében meg a ruhában, de nem annyira, mi mondjuk... Nem mondjuk a Funakinál, aki igen. Ott ült egyébként a közönség igen, sorában igen, az adáson. Igen. Nem, szóval nem az a stílus. És akkor elérkeztünk a main eventhez ugye gyakorlatilag. Hát nem is tudom, hogy erről mit lehet mondani. Hát... Nem tudom. Tényleg arra olyan érzelmi fektetés volt megint abban az egész mérkőzésben, hogy kimentek. Ugye 30 percet birkózni egyébként nem nagy dolog. Mert ugye egy pay-per-view azért, ha komolyan meccsben van benne, akkor azért kim vagy annyit. Szóval, kim azért vagy... nem is egyszerű. Nem egyszerű, de... Tehát kell hozzá a rendes kardió felkészülés, igen. Hogy ez pláne tempósan... Nem azt mondom, hogy elbakatalizálni, csak ugye a 30 perc az még nem egy... Nem egy óra, igen. Igen, nem egy óra. De tényleg, hogy... Az a mérkőzés, ugye ez a Bailey Sasha 2, ugye ami gyakorlatilag ugye a Sasha-nak megvalósítottak az utolsó NXT-s mérkőzése volt. El is búcsúztatták őt szépen könnyek közepette. Hogy az elejétől a végéig annyira össze volt rakva, hogy minden egyes mozdulatnak megvolt az értelme és a következménye. Igen. És tényleg attól kezdve, hogy Sasha... Még arra is, hogy Sasha-t a fejre ejtette Bailey, ugye a 5 perccel az a mérkőzés kezdete után. Hallod? Hát, jó, hogy nem bingít le. Ott nagyon keményen ugye tarkóra is nyakra ejtette ugye Sasha-t. Ott egy pillanatnyi pánik lehetett backstage-ben. Igen, a biztos, hát ott über pánik volt. Meg szerintem kint a kommentátor állásnál is, hogy a kollégiai is egyből csöndben maradtak, meg a közönség is, mindenki tudta, hogy ott azért lehet baj. Aztán Sasha visszajött, like a boss. Sasha, ezért fetreng 30 másodperc és föláll. És semmi, nagyon durva volt tényleg. És akkor tényleg az, hogy Baileyből előhozták az intenzitásnak az egész, ugye, amit Sasha csinált a boss karakterre, hogy rájátszott a kezére, hogy folyamatosan a kezét építették ugye Sasha-nak, akkor az, hogy Sasha ugye gyakorlatilag hírtört vett magában a mérkőzésben. Mert ugye gyakorlatilag faceként prezentálták, ugye, amikor entranszolt. Hát egyszerűen annyira egy valódi arcát mutatja, egy annyira emberi arcát mutatja a Sasha, hogy nagyon nehéz utálni. De aztán a meccs közben random leveszi Baileynek az első számú rajongójáról a kis fejpántját, és fölveszi és bemegy vele a ringbe, a kislány meg ott bőg, és mindenki fújja, hogy lehetsz ekkora boszorkány szemét. Igen, meg a hagyományos heel taktikát használta tényleg a győzelmekhez, igen. Tehát a szembenyúlást az első tusnál, vagy a kiszámolós győzelmet, akkor hozzávágta Bélint a ledfalhoz, és visszamegy a ringbe. Teljesen szimpla hír megoldás. És hogy tényleg 22 percre birkóztak, és annyira egyben van Sasha, hogy eszében volt, hogy foglalkozzon a közönséggel. 22 percben a mérkőzésben. Amit egyébként még megfigyelhetsz a mostani fölkerülőknél is, hogy például a Növilnél nincs meg, szóval ő nem foglalkozik közönséggel, igen. Pedig a főroszterem van. Sasha az NXT-ben 22 perc után folyamatosan trash talkol a közönséggel. Igen. Le kell szögeznem egyébként, hogy én nem vagyok nagy rajongója az Iron Man meccseknek. Alapvetően én azt szeretem, amikor a mérkőzés bármikor véget érhet, mert akkor van meg ez a sense of urgency, az a fajta... Nem is tudom, ennek mi lenne a jó magyar megfelelője, tehát van egy ilyen sürgős érzés a mérkőzésben, hogy igen, itt bármely pillanatban jöhet a hirtelen halál. És ugye az Iron Manben az a feneség, hogy ott a néző tudja, hogy akármi van, azt a fix időt, azt végig kell birkózni. És ezért van például az, hogy a 0-0-val végződő Michaels Hart, amit mindenki ajnárhoz gyakorlatilag a bizniszben, ez minden idők egyik legnagyobb mérkőzése, engem kínozni lehet vele. Viszont ez a mérkőzés szinte elrepült. 30 perc, és csak nézem, hogy basszus, ránézem az órára, 5 perc van még vissza, ha most kezdődött. Annyira jól elosztották időben az egészet. Ez nem volt olyan tökéletes meccs, mint a brooklyni, ahol tényleg az első pillanattól kezdve a végéig minden smakkolt. Itt azért volt egy néhány malőr, volt néhány hiba, de egyszerűen ezért kárpótolt minket az a fajta érzelmi befektetés, amit megint ki tudtak váltani belőlünk.
Ott van Sasha, elképesztően karizmatikus. Szerintem mindent figyelembe véve a legjobb női birkózó jelenleg a WWE-ben. Ott van Bailey, akiből a karakteréből kihozták az agresszivitást, kihozták belőle a maximumot, és teljesen méltó bajnokot csináltak az underdog kislányból, aki mindig ilyen külsősnek tűnt. És lejátszák ezt a mérkőzést, és Sasha Banksnek a keze, amit Bailey az utolsó másodpercekben támadott, és ugye 3 másodperccel a vége előtt teppeltette Sashát, elő volt készítve. Igen, igen. Logikusan föl volt építve a mérkőzés, hogy nagyon ritkán látunk mostanában, tényleg. Igen. És abszolút tényleg az elejétől végig annyira egyben volt, hogy de már 2-2-nél megint éreztem azt az érzelmi befektetést, amit a WWE is nyújtott, én meg a lányok is, ugye, meg én is az egész termékrend, hogy ez valami varázslat megint, amit ezek ketten művelnek. Talán ez a legjobb szó rá, varázsolnak gyakorlatilag. És mit szólsz az adásnak a végéhez, és ez a tiszteletadáshoz, amit mind a ketten megkaptak? Ilyenre a bizniszben, hogy ezt leadjuk élő egyenes adásban, nem volt még példa. Flairnek, amikor visszavonult, akkor talán. De az is adás után ment, amikor Taker kijött tisztelegni. Vagy Michaelsnek, amikor Taker tisztelegett, az is ugye adás. Vagy a reklámszünetben ment, ugye pont az a rész, amikor Taker kijött. Szóval mindig ugye megpróbáltuk Benedict falat fönntartani, most abszolút nem. És az egész rostert kihozták. És azt nézted, végignéz az arcokon, a fél roster sír. És nem csak a csajok, a srácok is ugyanúgy. De nézők is. És mindenki, tényleg, hihetetlen. És Triple H nem tudom, hogy biztos, hogy ő nem. Szóval tényleg, hogy neki is nem, mert Rigano is látszott, hogy ott van, és ő is könnyezett. Meg tényleg a Derreik is, mindenki, tényleg, abszolút, teljesen készen. Hát Sasha teljesen készen volt, már csak azért is, mert ki valószínűleg tényleg ez volt az utolsó meccs a belátható jövőben az NXT-ben. És hát fantasztikus volt az, hogy tényleg a mérkőzés közben előáll egy ilyen dologgal, hogy leszedi a kislánynak a fejpántját, és aztán az adás után odavitte neki azt a virágot, amit... Meg utána a közönség is egyből ugye mögé állt a meccs után egyből. Ugyanúgy. Hát amikor úgy kezdődik a mérkőzés, hogy még nem is csináltak semmit, de már megy, hogy this is awesome, this és is awesome. Megérdemlítek. You deserve it. And tényleg egy... Megy a women's wrestling, igen. Tehát a női birkózás. Hát, és az volt durva, hogy tényleg nem tudták elkezdeni a meccset, mert egyrészt a közönség annyira tisztelgett előttük, meg ők is majdnem sírtak akkor is már. Egyébként ezt néztem a mérkőzés közben, hogy az arcukon többször is az látszott, hogy mindjárt elbőgi magát, igen, mind a kettő. Igen. De végigcsinálták valahogy profi előadás formában. És azt gondolom, hogy amit idén Bailey és Sasha Banks az NXT-ben műveltek egymással, ez több, mint történelmi. Gyönyörű, gyönyörű meccsek voltak. És tényleg én is ritkán érzékenyülök el ennyire a birkózáson, de az, amit ez a két lány letett az asztalra a női birkózás érdekében, ez példátlan. Ezt évtizedekig még generációk fogják megköszönni nekük. És a WWE legjobb adása volt az évben. Hát az egyik legjobb, azt gondolom. De az biztos, hogy nagyon jókedvűen zártam le ezt az egészet hajnalban. Le a kalappal Sasha Banks és Bailey előtt, és mindenki előtt, aki részt vett abban, hogy ők ilyen kiképzést kapjanak, és hogy megkapják ezt a lehetőséget, éltek vele. Ennyi volt már a szorító, ami nem szombaton, hanem pénteken jelentkezik ugye HCV-s elfoglaltságaink miatt. Továbbra is ugye várjuk kérdéseiteket a megszokott helyeken, ugye a saját eszkünkön, a doktor eszkén, a e-mailben, mert az ugye nem szokott jönni, akár a Facebook poszt alatt, mert arra is válaszolunk, vagy bármi egyéb csatornán keresztül, akár levelet is lehet írni a Facebook oldalunkra. Követhetek minket Twitteren, bár ugye ott inkább csak az egyéb posztjaink mennek ki. Instagramon is jelen vagyunk, ott folyamatosan friss képekkel találkozhattok majd előbb-utóbb ugye Szorító Rádió felhasználó néven, és emellett ugye továbbra is ugye megtalálhatjátok az aktuális és korábbi adásainkat a SoundCloud-on és az iTunes kínálatában. Igen, és minden esetre várjuk továbbra is tényleg a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, hiszen mégiscsak értetek van ez az egész podcast. Jövő héten már a megszokott szombati időpontban jelentkezünk majd. Addig is vigyázzatok magatokra, és bízzatok a doktorban. Sziasztok! Sziasztok! 1, 2, 3, 4!